Mint arról már néhány hete beszámoltunk, a vadászok munkáját is érintik a koronavírus járvánnyal kapcsolatos rendelkezések. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsősorban a bérvadászat szüneteltetése okozott gondot. Az ebből származó bevételek ugyanis létfontosságúak a térségben tevékenykedők számára. Bár a kijárási korlátozást a főváros és Pest megye kivételével hétfőn feloldották az országban, a vadászati rendezvényeket várhatóan még jó ideig nem lehet megrendezni. Központi utasítás, kérés volt, hogy lehetőleg az ügyfelekkel ne találkozzunk közvetlenül. Ilyen módon az állami vadászvizsgák bizonytalan ideig szünetelnek. Nyilván az összes olyan rendezvény, ahol mi nagyobb létszámú embert vártunk, megint csak szünetelnek. Például a őszbakmustra is ilyen módon bizonytalan, hogy mit tudunk vele tenni, május elején szerintem nem tudjuk megtartani. A megyei vadásznap június elején még meglehetősen bizonytalan, bár én bizakodok, hogy azért még ott nyár végén azt valamikor meg tudjuk tartani, de az összes ilyen rendezvényünk az nyilván tolódik, vagy nem is fogjuk tudni megtartani. A járványügyi helyzetre tekintettel a megyei vadászkamara személyesen történő ügyintézés március 18-ától szünetelteti. A megkeresések, érdeklődések telefonon vagy elektronikus formában érkeznek be hozzájuk. Utóbbi módon kérik az ügyintézéshez szükséges iratokat is megküldeni, a befizetéseket pedig utalással teljesíteni. Az átajtó mögött elvégezzük a szükséges feladatokat, kiszámlázzuk, amit kell, teljesítünk, amit kell, és akkor a többnyire postai úton eljutatjuk azoknak a személyeknek, vagy vadásztársaknak, akinek kérése volt. Jellemzően itt beírókönyvet, egyéni vadászati naplók lesznek néhányat, nem jelent problémát ennek a megoldása, illetve a elmaradt vadászhegyek kiváltásával van egy kicsit több dolgunk. Kaptunk egy iránymutatást az országos kamarától, hogy ezt milyen módon oldjuk meg egységesen, úgyhogy az is fog működni. Mint a vadászkamara honlapján olvasható, országosan egységes rendszer szerint van lehetőség az eddig ki nem váltott vadászjegyek érvényesítésére.